vagyok. Az hagyol engem a szarba. De Zolika, nem lehetsz ilyen felnőtt ember, vagy mi az, hogy hagyod szarba? Ki vannak táblázva az utcak? Vagy ki vannak táblázva? Mi vagyok? Látnok? Hát hogy lássak el 50 méterre, meg...
Jó napot kívánok! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük Önöket a Jobbik 2014-es országjárásán. Ma már két helyszínen voltunk. Voltunk Makón és Hódmezővásárhelyen. Makón, képzeljék el, hogy a 14-es országjárás talán legnagyobb utcai fóruma volt, legalább 200 ember volt, pedig szinte déli órákban tartottuk. Hódmezővásárhelyen pedig, hadd számoljak be Önöknek, az egy kicsit fura volt, ott is voltak legalább 100-an, ami nekem budapesti embernek nagyon szembetűnő és nagyon furcsa volt, és erről beszéltünk is külön utána a buszban, hogy egyébként pedig az egész város kihalt volt. Aztán amikor itt mondtam a fiúknak, ők azt mondták, hogy ehhez ők hozzászoktak, én nekem ez egy kicsit furcsa volt, nem tudom, hogy van-e oka, ráadásul odajött egy úr és mondta, hogy minden harmadik ház eladó. Hát szóval ezekről a dolgokról azért még fogunk beszélni. Úgyhogy, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam, bár nyilván ismerik az asztalnál ülőket, de azért a protokoll ugye így kívánja, Szabó Zoltán Ferencet, önkormányzati képviselőnket. Dudás Zoltánt, a heli képviselőjelöltünket. És a Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnök jelöltje, Vona Gábor. Én Pörzse Sándor országgyűlési képviselő vagyok, a Barikád magazin főszerkesztője. Köszönöm szépen. Minden lakossági fórum nagyjából hasonló módon zajlik, ahogy azt önök már megszokhatták, különösen hát természetesen azok, akik már voltak Jobbikos fórumon. A végéről kezdem, tehát lehet majd kérdezni. Úgyhogy ez az összes többi lakossági fórummal ellentétben nálunk egy bevett dolog. Kritikát is lehet megfogalmazni, kérdezni is lehet, javasolni is lehet, szóval várjuk az önök véleményét is. Előtte azonban a helyi képviselőjelölt szól pár szót, aztán nekem is van pár gondolatom, és a végén miniszterelnök jelöltünk beszél majd a 2014-es programról. Úgyhogy most Dudás Zoltánt fogadják szeretettel. Dudás Zoltán vagyok, Sándorfalván élek, Sándorfalván dolgozom. Autógépész mérnökként végeztem 1991-ben Győrbe. Azóta is ugyanazt a tevékenységet folytatom, ugyanott autójavításból élek. Emellett büszke vagyok arra, hogy bár nem raktam bele soha a fejemet sem a narancsködbe, sem őszi rózsákat sem termeltem sohasem. Ennek ellen a statisztikai létszámom gyakorlatilag évek óta ugyanannyi. 5 családfőnek adok munkát. Válság ellenére, mindenféle megpróbáltatás ellenére 5 családfő dolgozik nálam. Szakmunkás szintvizsga elnökként büszke vagyok rá, hogy sok száz tanulónak a szakmunkás vizsgájára írhattam alá azt, hogy megfelelt. Büszke vagyok rá, hogy miután gyakorlati képzőhely is a műhelyem, ezért én sok fiatalnak adtam a kezébe megélhetést és szakmát. 3 gyermekem van. A nagyfiam most már villamosmérnök, a nagylányom, aki a kislányom, gyakorlatilag ő állatorvos lesz, Budapesten tanul, a pici lányom pedig még nincs 1 éves, Hargitának hívják. Köszönöm. A kényszer szülte politikus vagyok. Elmondom, mi okozta ezt a kényszert. Először
csak a szűkebb környezetem keresett meg mindenféle dolgokkal, hogy intézzem el nekik, aztán már ismeretlenek is megkerestek, és ugye jó hatékonysággal csináltam mindezt, és egyre többen és többen jöttek, hogy intézzem le a különböző problémáikat. 2010-ben a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltjeként Csongrád 3-as számú választókerületében elindultam, ott második helyezést értem el, de kimerem mondani, hogy másodikként jobban képviseltem a körzet érdekeit, a körzet lakóinak érdekeit, mint az egyébként győztes, hiszen ő egyszer szólalt fel a parlamentbe, akkor is a grundbirkózásnak a különböző szabályait próbálta megváltoztatni. Képviseltem embereket vadásztársaságokkal szembe, önkormányzatokkal szembe, ügyes-bajos ügyeket intéztem folyamatosan, és lehet, hogy intézek ebbe a pillanatban is. Mondjuk a baksi kistermelőket segítettem, hogy kifizessék a fölvásárló, vagy éppen 28 héten át zártam az M43-as autópályának a különböző főjáróit, annak érdekében, hogy a Szegedet elkerülő út, ami egyébként autópálya, az ingyenes legyen, megkönnyítve a környéken élők közlekedését. A kétharmados kormánynak a államtitkára az azzal utasította el a megkeresésemet, hogy majd az EU-díj az orvosolni fogja ezt a problémát. Hát nem orvosolta. Sándor falviként tisztában vagyok a körzet problémáival. Sándor falviként látom, hogy ebbe a körzetben is mi történik. 2300 darab aláírással felvételezve próbáltam meg a sándorfalvi ingatlan és telekadónak az eltörlését kezdeményezni, de az aláírások hatására a harmadára csökkentették. Tehát úgy érzem, hogy elég sok mindent megtettem, ennyi jutott eszembe egyébként, de nyilván van rengeteg olyan ügy, amiben dolgoztam, mozogtam, és megtörtént, és eredménnyel. Én örülök neki, hogy úgy fogalmazom, hogy hozzánk csatolták Szentest is, hiszen innentől kezdve a szentesieken is tudok segíteni, illetve a Szentes környéki embereknek is tudok segítséget nyújtani. Én vagyok az az ember, aki mindig minden körülmények között felveszem a telefont. Ha véletlenül nem biztos, hogy visszahívjuk, tehát elérhető vagyok a problémákkal, a Jobbik eszközeivel, a Jobbik segítségével igyekezni fogok szolgálni ezt a környéket is. Igyekezni fogom bevinni a parlamentbe az itt élő emberek problémáit is. Engedjék meg nekem, hogy én vigyem az ásztót itt. Egy olyan szerződést akarok önökkel aláírattatni egyébként, ami bianco. Ami bianco, de nincs fedezete, csak egy picike, de számomra nagyon lényeges. A dédapáim, a nagyapáim, az édesapámnak a tisztessége, a családom becsülete. Ezek azok a dolgok, amik nekem fontosak és jelentenek valamit. Viszont én kérem, hogyha eltelt a 4 év, és amiket megígértem, és nem teljesítettem, akkor ezt ne hosszabbítsák meg, ezt a szerződést, ez a véleményem. Akkor én kérem, hogy ne adjanak többet bizalmat. Ehhez kérem támogatásokat, köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy az egy kampánykörúton lenni szokott, sok komoly dolog el fog ma hangozni. Komoly problémákról fogunk beszélni, megoldási javaslatokról, megoldásokról fogunk beszélni. Nekem engedjenek meg egy pár percet. Én egy kicsit vidámabb dolgokról beszélnék, ahogy ez egy politikai fórumtól talán nem annyira megszokott. Én egy kicsit oldanám a hangulatot, látom, egy picit feszült a hangulat. Ugye minden napnak van egy fő híre. Most én össze-vissza fogok ugrálni itt a különböző napok fő hírei között, azért a tegnapi nap fő híre az volt, még az Indexen is az volt a főcím, hogy hasít a Jobbik. Talán látták, ez ugye azt jelentette, hogy végre áttörtük azt a hallgatási falat, amit körénk mondta magyar média. Ez azt jelenti, hogy most már nem lehet továbbiakban elhallgatni azt, hogy a valóságban és a magyar lakosság körében hány százalékon áll a Jobbik.
És még most mondom, hogy ezt a 20%-ot még mindig el ne higgyék. Tehát olyan még nem volt, hogy a Jobbikot fölül reprezentálták volna. Ugye sem a szubjektív érzetünk, sem pedig a valós adatok, hát hogy mondjam, még nagyobb bizakodásra adnak okot. Tegnap ez volt a nap fő híre. A mai nap fő híre pedig nyilván látták, az volt, hogy Cuslág János kipakolt. Tehát ez a drága, becsületes magyar ember, egyébként rendkívül szimpatikus fiatalember, tehát ugye kipakolt. És akkor egy picit pörgessük vissza az időt. Ugye emlékeznek rá, hogy hát kevés visszataszítóbb figura volt a magyar politikai életben, bár itt egy versenyt életre hívni az nem egy könnyű feladat, mert azért itt mindegyikünknek van lenne egy hosszú listája erre nézve, de ő az egyike volt a leggusztustalanabb figuráknak, és emlékeznek rá, hogy volt egy kamera által elkapott mondata a holokausztról, amiben ugye belebukott, és akkor sokan mondtuk, hogy na ennek az embernek itt annyi. És tényleg annyi is lett, ugye onnantól fogva kiderültek az ügyei, és leültették gyakorlatilag bűnszervezetben elkövetett korrupcióért, illetve lenyúlásokért. És innen jön a döbbenetes dolog, hogy ma kitálalt, tehát egyszer lopott ott. Utána emlékeznek, hogy amikor a tárgyalások elindultak, akkor egyszer csak rejtélyes módon kapott valahonnan 50 millió forintot kármentésre. Emlékeznek? Már akkor kérdezgettük, hogy hát oda túróba van az, hogy valaki befizet 50 millió forintot, csak úgy, hogy szegény Cusi ne kapjon olyan sokat. Most pedig kiderült, hogy amikor kijött, akkor is kapott 50 millió forintot, vagy amikor bement, ki tudja még, pluszba azért, hogy hallgasson. És akkor én most még csak fölteszem a kérdést, hogy én még azt gondolom, hogy most meg azért kapott valamennyit, hogy ne hallgasson. Szóval itt tart a magyar politika, hölgyeim és uraim, hogy amit most itt összeszámoltunk, most nem emlékszem pontosan, hogy mennyi volt az a pénz, amit ott elsibolt, 36 millió talán, ha jól emlékszem, tehát a 136 alaphangon, igaz? 136 millió, meg még amit esetleg most kapott. Azért, hogy valaki tisztességtelen. Egészen elképesztő. És itt tart a magyar politikai élet. A Simon ügyről majd fogunk beszélni, hát ugye senki nem gondolja, hogy ez a drága jó ember, ez egymaga ennyi pénzt ki tudott vinni Bécsbe, és az még senkinek föl sem tűnt. És akkor vannak ennél komikusabb dolgok is, amik hát nem is tudom, hogy komikusak vagy nem, de hát azért visszatértek a magyar politikai életbe olyan figurák, hogy hát azért az embernek vagy kinyílik a bicska zsebében, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak. Hát ugye újra itt van közöttünk Bokros Luigi, minden idők legjobb hastáncos politikusa. Ugye emlékeznek rá, amikor hastáncolt már nem tudom melyik tévéműsorban. Akkor a Fodor Gábor, Cumi Maci, itt van ő is, visszajött közénk, biztos bejutó, Kunce Gábor, a magyar politikai élet legalja, Kunce Gábor, hölgyeim és uraim. Itt van ez a két ember, ugye, fölhalmoztak SZDSZ elnökként többek között 1 milliárd forint adósságot. Mit csinált a Fidesz kormány? Kifizette. A mi pénzünkből. A mi pénzünkből. Adóforintból kifizették azt az 1000 millió forintot, amit ezek a gazemberek SZDSZ színekben fölhalmoztak. Nem elég, hogy tönkretették az országot, nem elég, hogy elvették a kultúránkat, nem elég, hogy kriminalizálták ezt az országot, kitalálták még a megélhetési bűnözést. Ez a szemét Kunce, már bocsánat, ez nem engedte be Vas Albertet Magyarországra, emlékeznek rá. És ehelyett, az ember helyett kifizetnek 1000 millió forintot. Az utolsó nap a parlamentben felvetettük, beadtunk egy törvénymódosító javaslatot, hogy az, aki pártvezetőként köztartozást halmoz föl, az ne lehessen egy másik párt színeiben képviselő. Mit gondolnak, kisöpörte le? A Fidesz. A Fidesznek köszönhetjük, hogy a politikai élet legalja 2014-től visszatér a parlamentbe. Illetve, és most itt egy érdekes dolgot mondok, illetve. Azt tudják-e, hogyha nem érik el a 15%-ot, akkor nem jutnak be. Mert ugye pártszövetségben vannak, és a pártszövetségnek a minimum aránya, ugye össze kell adni a 3x5%-ot, az 15%. Ha ez össze, most nem tudom, hogy hívják őket, és a nevük kormányváltás, ha nem érik el a 15%-ot, hölgyeim és uraim, nem lenne ott a magyar baloldal. A magyar parlamentben. Álom, mese szép, csodálatos. Úgyhogy mindenkit buzdít, ne csak arra buzdítsanak, hogy a Jobbikra kell szavazni, hanem arra is, hogyha véletlenül úgy ítélik meg, hogy őt nem lehet meggyőzni, akkor legalább azt mondják neki, hogy ne menjen el.
Mert ez lenne maga a csoda. Eltöltöttünk 4 évet a parlamentben, rengeteg tapasztalatot szereztünk, rengeteg keserű tapasztalatot szereztünk. Ezekről most nem beszélnék, de ez higgyék, ez, az egy külön lakossági fórumot megérne, hogy miket éltünk meg jobbikosként a parlamentben. Beszélek inkább a pozitívabb dolgokról. Még egyszer mondom, tapasztalatot szereztünk, dörzsöltebbek lettünk. Szerintem kinevelődött 10-15 olyan magyar politikus a Jobbik színeiből, akik mind szürke állományban, mind kommunikációs készségben emberileg is alkalmasak igazán nagy feladatok megoldására. De ami nekem a szívemben a legjobb, meg mint magyar embernek is a legjobb, meg a gyerekeim szempontjából is a legjobb, meg egyáltalán az ország szempontjából a legjobb. Nekünk van a legjobb miniszterelnök jelöltünk. Vona Gábor! Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Hát nagyon jó látni, hogy ilyen sokan vagyunk, hogy az állóhelyek is szinte elfogytak. Erről a Sanyi is beszélt, hogy tegyem hozzá, hogy el vagyunk kicsit kényeztetve, mert akárhol járunk az országban, mindenhol ezt tapasztaljuk. Tehát miközben a sajtóban folyamatosan próbálják elhallgatni a Jobbikot, vagy hogyha valamit mondani kell róla, akkor inkább a rosszat mondják csak, akkor mégis azt látjuk mi, az országot jár, vagy az emberek viszont kíváncsiak ránk. Kíváncsiak ránk, érdeklődnek a programunk iránt, érdeklődnek az elképzeléseink iránt, a jövőképünk iránt, és a lakossági fórumokon lehetőséget kapunk a találkozásra. És nekünk ez egy nagy élmény. És higgyék el, hogy nem csak azért nagy élmény, mert mi elmondhatjuk végre valakinek, aki kíváncsi arra, hogy mi is az igazság velünk kapcsolatban, nem csak ezért nagy élmény, hanem azért is, mert ha majd jönnek a kérdések, a vélemények, és meg tudjuk Önöket hallgatni, akkor mindig hallunk olyat, mindig tapasztalunk olyan véleményt, kérdést, kritikát akár, ami bennünket is arra ösztönöz, hogy kicsit csiszolgassuk, újra gondoljuk bizonyos dolgainkat, és szerintem ez az egészséges. Az a jó, hogyha folyamatosan kontrollálva vannak a pártok, folyamatosan kapnak visszajelzést az emberektől, mert a magyar politikának az egyik legnagyobb hibája, hogy az elmúlt 24 évben elszakadt a magyar társadalomtól. Mi ott ülünk ugye Sanyival az országgyűlésben, a Nemzet templomában, de fullasztó. Higgyék el, fullasztó. Tehát, mint hogy egy zombi támadásba csöppenne ott az ember. Ülnek ott a politikusok, és meggyőződésem, hogy fogalmuk nincs a való világról. És nem a RTL klubos való világra gondolok, mert ott azt még talán meg is nézik, de hanem arról a világról, amit Önök élnek, a mindennapokról. Hát ilyen bizottságülésről bizottságülésre szaladnak, ott felszólalgatnak a parlamentbe, egymásnak beszólogatnak, és úgy érzik, hogy ez Magyarország. És elképzelésük sincs azokról a problémákról, amiket az embereknek át kell élniük. És itt Önök ugye láthatták ezt a kis vetítést előtte. Én éppen azért kezdtem ebbe az áruhás országjárásba, hogy mi azt mutassuk meg, hogy mi nem szakadtunk el az emberektől. Hogy mi az emberek közé oda merünk menni, kimerünk állni Makón az utcára. És azt tudjuk mondani bárkinek, aki odaállt körénk, hogy nem tudom, hogy milyen pártnak vagy a szimpatizánsa, de tedd fel nyugodtan a kérdésedet. Mert a szemedbe merek nézni. Nekem nincs szégyelnivalóm előtted, akárki is vagy. És azért gondoljanak bele, ez mekkora erő a magyar politikában. Nem olyan sokan tudják ezt elmondani. De hozzáteszem, hogy ezt nem azért mondom, hogy a mellemet itt döngessem, vagy a mellünket döngessük. Ez nem a mi érdemünk. Ez a többiek szégyene. A többiek szégyene, hogy nem tudnak már az emberek szemébe nézni. És itt engedjék meg, hogy egy olyan folyamatra fölhívom a figyelmüket, ami az elmúlt heteknek a tapasztalata volt, hiszen aláírásokat gyűjtöttünk, utcai fórumokat tartottunk, standoltunk, lakossági fórumokat gyűjtöttünk, rettenetesen sok emberrel találkoztunk, és az ország különféle pontjai nem csak mi, hanem más jobbikosok is, és azért mindig érkeznek visszajelzések, hogy ki mit tapasztal, kérdezgetjük egymást. És ami általános tapasztalat volt, az a következő. Azt mindenki tudja, hogy a Jobbik a fiatalok körében nagyon népszerű párt. Ez eddig is így volt, ezt kutatások is alátámasztották, a Jobbik a fiatalok körében a legnépszerűbb párttá nőtte ki magát. De amit most tapasztalunk, az az, hogy emellett egyre több középkorosztálybeli és idősebb ember jelent meg a Jobbik körül, szimpátiával, támogatással, tehát úgy tűnik, hogy megindult az idősebb korosztályoknak is a Jobbik felé való áramlása. Eddig is voltak szimpatizásaink minden korosztályban, de mégis számunkra is nagyon nagy meglepetés és nagy öröm, hozzáteszem, hogy egyre több idős ember dönt úgy, hogy a Jobbikra szavaz, és ezúttal engedjék meg, hogy hagyd mondjak köszönetet az örök fiataloknak, akiket én örök fiatalnak nevezek, azoknak az idősebb honfitársainak, akik így döntenek. Hiszen én mindig a saját szüleimből szoktam kiindulni, édesapám is és édesanyám is nyugdíjasok,
Édesapám kőműves volt, édesanyám adminisztrátor volt a polgármesteri hivatalnál, tehát kis nyugdíjasok. És ők mindig azt mondták, hogy az ő életük nem szólt másról, mint hogy mindig azt mondta nekik az éppen aktuális politikai vezetés, hogy még 2-3 nehéz év van, nem sok más, csak 2-3 nehéz év, most meg kell szorítani a nadrág szíjat, ezt is ki kell bírni, de utána nagyon jó lesz. És utána nem lett soha jobb, és mindig becsapták őket, és mindig átverték őket, és persze egy idő után az ember elfárad. Azt mondja, hogy hát én már nem hiszek senkinek, én már nem bízok senkibe, és teljesen jogos az, amikor az idősebb generáció úgy van vele, hogy én már nem hiszek senkinek, nekem már annyi mindent ígértek, meg annyi sok szép jót, hogy engem már mindenki hagyjon békén. Tehát aki ennyi csalódás, ennyi hazudozás, ennyi átverés után még tud hinni, és ezen belül bennünk tud hinni, abban a pádban, amit folyamatosan megbélyegeznek, ócsárolnak, mocskolnak, ez egy olyan nagy dolog, amit tényleg nagyon nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek azon idősebb honfitársaink iránt, akik bennünk bíznak. Tényleg csak a legnagyobb köszönettel, hálával tudok feléjük fordulni, mert higgyék el, nem egyszerű harc, amit mi vívunk, hogy mindenhonnan tüzelnek az emberre. Hogy az ember, én most nem akarom elviccelni, de már nem merek cigánypecsenyét rendelni az étterembe, mert lehet, hogy az holnap az Index címlapján lesz. Minden lépésünkre úgy kell ügyelni, mintha nem is vaknamezőn járnánk. De nem egyszerű a mi életünk, és hogy nagyon jó az, amikor az ember körülnéz, és azt látja, hogy vannak mellette. És jó érzés látni, hogy vannak, mennyi fiatal van mellettünk, de jó. De az is nagyon jó érzés, ha azt látjuk, hogy tisztességben, megőszült, becsületes magyar emberek, akik végig dolgozták az életüket, egy élet munkája után úgy döntenek, hogy a mi szimpatizánsaink. Ez is nagyon sok erőt ad, és higgyék el, ez ad nekünk erőt. Meg szokták kérdezni azt is, hogy hát hogy bírjátok ezt? Nehezen. Nagyon nehezen bírjuk, nagyon nehéz ezt az egészet elviselni folyamatosan. Erőt mi abból tudunk csak meríteni, amit önöktől kapunk. Az önök támogatásából ebből tudunk mi is táplálkozni. És hát ha már ugye itt van mögöttem ez a kis dia, itt majd nyomkodni fogom ezt a gombot folyamatosan, itt vizuálisan megpróbálom majd alátámasztani mindig a mondanomat. Nem tudom, hogy önök mennyire látják, majd lehet, hogy itt kicsit ki kell majd néha, vagy legugolok majd egy-egy pillanatra. Hát engedjék meg, hogy itt a nőnap előestéjén azért a hölgyeket is hagy köszöntsem ezzel a kis üzenettel, hogy mert a magyar nők a legszebbek. Ugye ebben mindannyian mi urak egyetértünk. Úgyhogy a rendezvény végén a hölgyek ne siessenek, mert készültünk nekik egy kis ajándékkal. Hát ugye nálunk egyszerű a helyzet ilyen nőnap alkalmából, tehát ez mondjuk az LMP gyűlésén itt lehet, hogy problémák lépnének föl, hogy ki kicsoda. Nálunk itt viszonylag egyszerű lesz ezeket a kérdéseket eldönteni. Az előadásom az a programunkról fog szólni, hiszen mi másról is szólna a választások előtt egy miniszterelnök jelöltnek a beszéde, mint a programról. Már csak azért, mert hogy nekünk van programunk. Tegye már föl a kezét, aki látta a Fidesznek meg az MSZP-nek a programját. Már megijedtem, hogy ön tud valamit, amit én nem. Más kérdést várt a hölgy. Tehát valaki látta a Fidesz meg az MSZP programját? Mert hogy én nem találom. Minden nap beütöm a Google-be, de nem, egyszer nem dobja ki. Gondolkodtak már azon, hogy nincs már egy hónap a választásokig. Március 7-e van, és hogy április 6-án van a választás. Nincs már egy hónap, és a Fidesz meg az MSZP arra nem veszi a fáradtságot, hogy letegyenek egy programot az asztalra. Hát ez mennyire alábecsülése és mennyire lenézése a magyar embereknek? Nem adok neked programot, hát nincs programom, szavazzál rám, így is jó vagyok. Egészen elképesztő, belegondolom, mennyire, micsoda nagy képűség, micsoda nem törődömség, ami ebből sugárzik. Persze tudom, hogy miért nem tesznek le programot az asztalra, mert nem tudnak jól kijönni belőle. Mert ha egy ilyen lózungokkal teli semmitmondást tesznek le az asztalra, amiből nem lehet semmit kiolvasni, akkor nyilván azt vetik a szemükre. Ha leteszik a valódi programjukat, hát akkor meg abból indul el a harc, és akkor egymást elkezdik a program alapján szétszincálni. Egymástól félnek, hogyha beleírnak valamit, akkor arra mit fog szólni a Fidesz, vagy mit fog szólni az MSZP. De mi mégse félünk. Itt van a programunk, 2 hete elérhető. Miért nem szedik szét a programunkat? Hát egy kanál ízben megfojtana bennünket a Fidesz is, meg az MSZP is. Meg akarnak tőlünk szabadulni? Itt van a programunk. Semmisítsék meg. Semmisítsék meg, és akkor megvan oldva ez a Jobbik probléma egyszer s mindenkora. De gondolom, önök sem látják ezt a nagy igyekezetet, hogy a Jobbik programjáról tartsunk vitákat. Nincs ilyen nagy igyekezet. Még a programunknak ugye a 3 fő eleme a megélhetés, rend, elszámoltatás. Erre a 3 területre helyezzük a kampányunkban a fő hangsúlyt. A megélhetésen tisztességes munkahelyeket, tisztességes bért fizető munkahelyeket és tisztességes nyugdíjakat értünk. A renden azt, amit a rend szó jelent, rendet. Az elszámoltatáson pedig annak a káros folyamatnak a felszámolását, hogy azt mondom, hogy politikus,
akkor önöknek egy korrupt ember jut az eszébe. Szinonimájává vált a kettő egymásnak. A politikus az már itt a legalja. Tehát ugye, akinek minden ráfér a bőrére. Ez a politikus. Na hát ezért kell elszámoltatás, mert ez nem egy normális állapot. Az országgyűlési képviselő, az mit jelent a két szó? Az országgyűlés az a nemzet temploma. A képviselő, akiben emberek a bizalmukat helyezték. Tehát normál esetben egy országgyűlési képviselőnek egy olyan embernek kéne lennie, akiben az emberek megbíznak, és a nemzet templomába küldik. Hát most már elnézést, de hát kufárok vannak ott, tele van a nemzet temploma kufárokkal. Ott kéne egy-két ostor csapás. És hogyha azt mondják persze, hogy hát kritizálni mindig könnyű, jó, hát akkor nézzük végig, hogy az elmúlt 24 évben mit tudott letenni az asztalra a két nagy párt. A Fidesz meg az MSZP, mert ugye ők egymásnak adogatták a kormány rudat. Tud-e nekem valaki mondani valamit az elmúlt 24 évből, amit mi, mármint önök, meg én, meg mindannyian, bármint választópolgárok a politikára bíztunk, és ezzel jól sáfárkodott a politika, megoldotta azt a feladatot. Tudjuk-e azt mondani, hogy az egészségügy rendben van? Nem tudjuk. Vagy esetleg valaki bevállalja? Tudjuk azt mondani, hogy ma nyugdíjasnak lenni Magyarországon öröm és boldogság? Jó, de akkor mondhatjuk azt, hogy a középkorosztálybelieknek könnyű a helyzete, hiszen mondjuk egy 45 év körüli hölgy elveszíti a munkáit, szinte már másnap talál egy másikat? Tudjuk ezt mondani? Na jó, de ezt talán tudjuk mondani, ugye, hogy a fiataloknak viszont öröm az életük, és hát szinte egy álom. Alig várja már minden fiatal, hogy elkezdhesse a nagybetűs életet, hiszen a lehetőségek tárháza várja őt. Na jó, de legalább közbiztonság van. Közbiztonság sincs. Tehát legalább a politikusok tisztességesek, legalább munkahelyeket teremtettek. Na jó, nem provokálom önöket tovább. A lényeg az, hogyha megkérdezem azt az emberektől, hogy mondjanak nekem egy dolgot az elmúlt 24 évből, ami jó, ami sikeres volt, akkor annyit szoktak mondani vicces kedvükben lévő barátaink, hogy hát felcsút. Vagy a stadionok, vagy a korrupció, ezek voltak sikeres dolgok az elmúlt 24 évből. De úgy őszintén nem tudunk mondani semmit. Gondoljanak bele, az elmúlt 24 évből egy területet nem tudunk mondani, amit a politikára bíztunk, és tudott volna vele sikeresen bánni. Egyet nem tudunk mondani. Az elmúlt 24 év egy veszteséglista. A nemzeti vagyonunk eltűnt, az államadóságunk ötszörösére nőtt, úgyhogy azt mondták, hogy a nemzeti vagyont azért kell eladni, azért kell privatizálni, hogy abból majd az államadóságot vissza tudjuk fizetni. A nemzeti vagyonunk eltűnt, az államadóság megnőtt, és nem tudom, észrevették, hogy most a másik Orbán kormány idejére eljutottunk arra a pontra, hogy már nincs ellopható közvagyon. Itt már lopni sincs mit. Hiszen a Fidesz kormány már nem tudott közvagyont lopni, nem azért, mert nem szeretett volna, hanem már nem volt. Az előzőek szétlopták, és mit volt kénytelen tenni, mert ugye a lopás, mint ösztön már a zsigerekben van, tehát már nem tudnak parancsolni neki, kénytelenek voltak a magán szférába belemászni. Tehát már lopni akartak, akkor már csak magán vagyont tudtak, a magánnyugdíjpénztárakat tudták ugye eltüntetni, újraosztották a földbérleti pályázatokat, vagy a trafik szerződéseket, tehát már a magán vagyon került veszélybe. Egészen elképesztő, nem tudom, hogy ennek a tragikumát éreztük-e már valaha, és ami talán az egész 24 évben a legdurvább dolog, de keveset beszélünk róla, vagy hát nem az, hogy keveset beszélünk, nem igazán érzékeljük még ennek a távlati vagy középtávú káros hatásait, ez a félmillió vagy több mint félmillió ember, aki az elmúlt években elhagyta ezt az országot. Gazdasági menekültként. Ugye, hallgassuk meg Matolcsi Györgyöt. Nagyon nagy előnyünk származik a jövőben majd abból, hogy vállalkozó a magyar, tengerre száll, de szerencsére a szárazföldre száll, tehát kimegy Angliában, Németországban, Ausztriában, Franciaországban. Egy-két, három, négy, öt évet kint vannak, és hazahoznak tudástőkét, esetleg egy angol lányt, és de fiút is láttam, hogy hazahoznak, és bővülünk, nyerünk. Tehát Matolcsi György úgy érzi, hogy bővülünk, nyerünk. Fiút hoznak az a lányt hoznak, de ez egy jó dolog. Neki ez nagyon tetszik. Az Orbán Viktor nyilatkozatát nem találtuk meg, ő azt mondta rá, amikor megkérdeztük, hogy mit szól ahhoz, hogy félmillió ember elhagyta a gazdasági okok miatt Magyarországot, ő azt mondta, hogy a magyar fiatalok mindig is kalandvágyúak voltak. Amikor a parlament utolsó ülésén újra felvetettük 4 év távlatából, hogy azért ez
Nem normális, hogy ennyi ember elmegy Magyarországról, és már nem csak a fiatalok, már a középkorosztály is. Mostani statisztika, most olvastuk az autóban, Németországban kiadtak egy statisztikát az oda bevándorló állampolgárokról, és a magyarok vannak a legtetején. Özöllik a magyar Németországban, ez van a statisztikának, ez a címe a statisztikának. Tehát közben Orbán Viktor azt mondja az utolsó ülésén a parlamentnek, hogy miért fújja föl a Jobbik ezt a problémát, ahelyett, hogy örülnénk neki, hogyha megismételve Matolcsy György szavait, hiszen ez jó, hiszen ezek az emberek munkát találnak, kimennek és hazautalnak nagyon sok pénzt, ami segíti a nemzetgazdaságot. Mire utalnak az ezek az emberek? Az itthon maradt szeretteiknek, hogy ki tudják fizetni a devizaiteleket, hogy ne kerüljenek utcára. És azért mentek el ebből az országba, mert itt nem találtak semmiféle jövőképet. 500 000 ember. Én történész vagyok, engedjenek meg egy párhuzamot. Illetve kettőt. A második világháborúban nem volt ekkora a katonai veszteségünk. 1956 után, egy levert forradalom és szabadságharc után nem menekült el ennyi ember az országból. És akkor most fölteszek egy költői kérdést, ne válaszoljanak rá, nem is akarom hallani a választ, csak úgy magukban válaszoljanak rá, hogy az elmúlt 24 év nagyobb pusztítás, mint egy világháború. Az elmúlt 24 év nagyobb pusztítás, mint egy levert szabadságharc. Gondoljunk már bele. Egészen elképesztő. És ezek az emberek ráadásul nem fognak tudni részt venni nagyon valószínű a választásokon. Hiszen a jelenlegi választójogi törvény szerint, amíg a határon túliak szavazhatnak levélben, amivel semmi problémám nincs, ezek az emberek, akik magyar állampolgárok, nem kell, hogy megfölvegyék, magyar állampolgárok állandó lakcímmel, csak éppen most külföldön dolgoznak, ezek az emberek nem szavazhatnak levélben. Pedig mennyien vannak? Ugye nagyon sokan. 500 000 ember az 10%. Kérhetem önöket, hogy föltenni az a kezét, akit akár a családjában, akár a baráti körében érint ez a probléma? Az elvándorlás ügye? Nézzék meg! Az egész társadalmat átszövi most már ez a gond. És itt ezek az emberek nem fognak tudni szavazni, pedig akkor önök nagyon jól tudják, hogy az itteni rabszolgaság elől menekülnek egy másik rabszolgaságba, ahol legalább megfizetik őket. De heti 7 napot dolgoznak, nem fognak tudni elmenni szavazni, vagy több száz kilométerre vannak a nagykövetségtől. Nekik egyedül a levélben való szavazás lenne lehetőség. Egy nagykövetség nem fog tudni ellátni több tízezer embert egy nap alatt. Miért nem veszi észre ezt a problémát a Fidesz? Önök szerint miért nem akarja a Fidesz, meg az MSZP sem, hogy ezek az emberek szavazzanak? Egyszerű a válasz. Mert félnek tőlük. Hát ők küldözték el őket. Én nem mondom, hogy ez a 500 000 ember mind Jobbik szavazó, de ez 500 000 szavazókorú állampolgár, és ezek valakire szavaznának, nagy részük, és azt gondolom, hogy nekünk itt nagyon komoly rejtett erőforrásunk van. És ezért a Fidesz azt akarja, hogy ezek az emberek ne szavazzanak. És ez nem más, mint egy burkolt választási csalás, és ilyen körülmények között érünk el április 6-áig. Ugye lejt a pálya, elképesztő sok párt szedett össze aláírásokat, állít országos listát, ugye nem tudom, mindenféle kamupártok, bizniszpártok ugye utaznak az állami támogatásra, minden idők legdrágább választása lesz. Egészen abszurd helyzet. Ugye sorsoltak most sorrendet, a Jobbik lett az utolsó a listám. Tehát majd ha mennek önök szavazni, akkor mindig az a pár mondat legyen az eszükbe, hogy az utolsókból lesznek az elsők. Minden jó, ha a vége jó. A végén van a csattanó. Tehát vannak erre különféle kis mondókáink. És nem is, én nem megmondom, hogy örülök is neki. A legjobb az lett volna, az elsők vagyunk, de még az utolsó is jobb, mint ott a 30 körül elveszni ott a tengernyi párt között. Egészen abszurd helyzet. Azért mégis mondjuk ki három erő közül lehet érdemben választani április 6-án. Az első választás az előző 8 év. Gyurcsánnyal, Bajnaival, Mesterházival, Kuncével, Fodor Gáborral. Én mindenkinek a választásokon kapcsolatos álláspontját tiszteletben tartom. Ez a demokráciának ugye a lényege, de azért véleményem van, és ez is a demokráciának a lényege, hogy véleményünk lehet. Mi a véleményem azokról, akik az előző 8 évre akarnak szavazni? Nekem az a véleményem, hogy aki az előző 8 évet választja, annak a memóriája az aranyhaléhoz hasonló. Az aranyhalról mit kell tudni? Egy kis akváriumba betesszük, egy ilyen kis gömb akváriumba az aranyhalat, és körbe-körbe úszkál. És boldog. Boldog, mert a rövid távú memóriája rettenetesen rossz, és nem emlékszik, hogy előző másodpercben hol úszott. Tehát ő nem úgy éli meg, hogy milyen sanyarú az én sorsom ebben a kis gömb akváriumban, ő úgy éli meg, hogy hát a tágas óceánnál nincs csodálatosabb. Mindig úgy érzi, hogy új helyen úszkálok, hát itt még nem jártam. Neki minden pillanat egy új világ. Na, most nem akarom nagyon ezt kikarikírozni, de akik az előző 8 évre nem tudnak visszaemlékezni, azoknak tényleg baj van a memóriájukkal. Hogy mit csinált Gyurcsány Ferenc, mit csinált Bajnai Gordon ebben az országban. Hogy ők hogyan kormányoznak.
A másik lehetőség, akik a Fideszt választják, a mostani 4 évből kérnek még egy kis repetát. Itt én azt gondolom, kétféle lehetőség van, vagy mazohista az illető, tehát szeret egy kicsit szenvedni, vagy pedig egyszerűen áldozata annak a Fidesz kommunikációnak, amely a hazugságokkal tömi folyamatosan az embereket. Hát, vagy jó pozícióban van, igen, ez a harmadik lehetőség, vagy ez az érdeke. De a harmadik lehetőség, mert van harmadik lehetőség, azok viszont mi vagyunk. Lehet azt mondani, hogy ez a menü szűkös, valaki szeretne még más, hát elvileg egyébként van más, hogy ott van a lista tele pártokkal, de azt is mondjuk ki, hogy a 3 párton kívül, ha valaki szavaz, akkor nagyjából olyan, mintha a WC-be a falra firkantaná az X-ét, tehát azok elveszett szavazatok. A harmadik lehetőség a Jobbik. És mi azt mondjuk, hogy azokat kívánjuk képviselni, akik az elmúlt 24 évből úgy, ahogy van, elegük van. A Fideszből is, az MSZP-ből is az elmúlt 24 évet egy nagy tévútnak, egy nagy kudarcnak tekintik. A folyamatos ígérgetésnek és a nem teljesített ígéretek időszakának. Nekik szeretnénk alternatívát, programot nyújtani, de nem azt akarjuk, hogy azért szavazzanak ránk, mert mi nem vagyunk olyan rosszak, mint ezek, hanem azért szavazzanak ránk, mert mi jobbak vagyunk, mint ezek. Tehát mi nem a másikról akarjuk bebizonyítani, hogy ő rosszabb, mint mi, hanem magunkról szeretnénk elmondani, hogy mi jobbak vagyunk, mint ők. De miért mondom ezt? Hát nem tudom, észrevették, hogy a választási kampány az nem szól másról, mint sárdobálásról. Itt vannak a Fidesznek meg az MSZP-nek a plakátjai, és ha megnézik, a következőt veheti észre az ember, a Fidesz plakátjaim van az MSZP, az MSZP plakátjaim van a Fidesz. Tehát senki nem meri saját magát fölrakni a plakátra. Mindenki a másikat rakja föl. Pedig higgyék el, az óriás plakát, az nem egy olyan, hogy valaki kitalálta, és akkor kiragasztjuk, hanem azok hosszú hetekig gondolkodnak a pártok, hogy mi az a legfontosabb üzenet, ami a mi szívünkből jön, amit mi a legjobban szeretnénk megmutatni magunkból az embereknek, és nekik ez a legfontosabb. Hogy a másikkal próbálnak riogatni bennünket. Szinte azt üzenik, ezek az óriás plakátok, nem kimondva szó szerint, de azt üzenik önöknek, hogy hát tudom, hogy én is loptam, tudom, hogy nekem sincs semmilyen kormányzati teljesítményem, hát tudom, hogy én is alkalmatlan vagyok, tudom, hogy én se tartottam be az ígéreteimet, tudom, hogy én is hazudoztam, hát de nézd már meg ezt. Hát te erre akarsz szavazni, most komolyan. Hát ennél azért csak jó vagyok. Hát ezt üzenik. Most gondoljanak bele, micsoda silány hozzáállás ez. Dobálja a Fidesz meg az MSZP egymásra a sarat, és ebbe az iszabb birkózásba szépen süpped el az egész ország. Mert a kampányra úgy gondolják, ennyi elég. Nem kell programot írni, nem kell jövőképet adni, a másikat kell fölrakni csak. Egy vicsorgó Orbánt fölrak az MSZP, egy vicsorgó Gyurcsányt fölrak a Fidesz, és akkor kész. Megvan oldva, ez a kampány. És ugye ennek még aztán tényleg a csúcsa az Öszödi beszéd körüli vita. Én nagyon fontosnak tartom azt a képzést, hogy kiszivárogtatta ki az Öszödi beszédet. Nagyon fontos. De 2014 márciusában, a választások előtt néhány héttel azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb kérdések vannak. És a Fidesznek meg az MSZP-nek ez a legfontosabb, hogy ezen rugóznak heteken keresztül, ez egy szegénységi bizonyítvány. Ez tényleg programhiányból fakad, nem másból. És azért csinálják ezt, mert nem tudtak letenni egy programot az asztalra, és ha megnézzük a Jobbiknak az óriás plakátjait, akkor ezt látjuk. Azért nem tudom, érzékelik-e a különbséget. Egyrészt nem vicsorgó arcok vannak rajta, és ami a legfontosabb, hát mi saját magunkat fölmerjük rakni a plakátunkra, fölmerjük rakni a saját programunkat, a jövőképünket, a célkitűzéseinket. És ugye különösen az alsó plakátra ad hívjam fel a figyelmüket, hogy ez egy 3 generációs képet ábrázol, a nagypapa, az unokák, a szülők körülülnek egy ünnepi asztalt, hús van az asztalon, a férj kínálgatja ugye a kis bort, még egy kis piros ponttal tudom is önöknek mutatni. Ezt a kis viccet el szoktam mindig sütni, hogy ez a kis piros pont, látják, amit van a diavetőn, ez lesz az MSZP április 6-a után. Ennyi marad a szegfűből. De visszatérve, hogy ha látják ezt a 3 generációs képet, akkor ugye azt látják, hogy mindenki boldog, mindenki mosolyog, terített asztal ünnepi öltözetben. Meg is kaptuk azt a kritikát, hogy ez a kép nem a magyar valóság. És ez így igaz is. Ez igaz, ez nem a magyar valóság. Miért rakjuk mégis ki az óriás plakátunkra ezt a képet? Azért, mert mi ezt szeretnénk. Ez van a mi szívünkben. Mi nem vicsorgó Orbánnak, vicsorgó Gyurcsányt akarunk látni Magyarországon, hanem mosolygó magyar embereket, és ezzel egy óriási nagy különbség a lelkületét tekintve a pártoknak, hogy nekünk jövőképünk van, mi nem azt, amúgy is annyi sok problémája, kínja, baja, depressziója van a magyar embernek. Miért kell mi vicsorgó politikusokat nézni az utcán? És nem utolsó sorban emögé tettünk egy programot. Tehát nem csak fölraktunk mosolygó embereket a óriás plakátra, mert ez nem egy nagy teljesítmény, hanem mögé raktuk egy programot, hogy hogyan képzeljük el, hogy idáig eljutunk. Hogyan képzeljük el?
És hát ami ugye még szintén elmondandó ezzel a kampánnyal kapcsolatban, hogy hát nem tudom, tudnak-e nekem olyan európai országot mondani, ahol nincs miniszterelnök jelölti vita. Magyarországot leszámítva. Ahol a választások előtt a potenciális miniszterelnök jelöltek nem ülnek le, és nem tartanak egy vitát, hogy az embereket meg tudják győzni arról, hogy ki a jobb, kinek van a jobb programja, ki a erősebb jelölt. Nincs ilyen európai ország, nem akarom, hogy sokáig gondolkodjanak rajta, csak Magyarország. Nálunk megteheti Orbán Viktor, megteheti Mesterházi Attila, hogy elkerülik a vitát, és ha valakiben lenne kétség, hogy miért nincs vita, nem rajtam múlik. Kihívtam mindkettőjüket. És hát mondanom sem kell, hogy nem csörög a telefonom folyamatosan, hogy ezt a vitát megszervezhessük. Pedig én mondtam, nekem annyi feltételem van, tévében, élőben. Hogy minél több ember lát, azt mondja, hogy mikor, hol, milyen, azt döntsék el, én nekem nincs félnivalóm ettől, álljunk elébe. És ez nem azért, és nem azért merem ezt mondani, mert én annyira vagány gyerek vagyok, hanem azért, mert nekem tényleg nincs szégyelnivalóm. Én nem félek ettől a vitától. Mit gondolnak önök, ők miért nem szeretnék annyira ezt a vitát? Mert nekik félnivalójuk van. Például megkérdezném tőlük, hogy hogy is volt ez az Európai Uniós csatlakozás? Hát a Fidesz meg az MSZP kéz a kézbe vitt be bennünket ebbe az európai közösségbe, és azt mondták, hogy majd nekünk Bécsben cukrászdánk lesz. Emlékeznek rá? És mi lett ebből? Simon Gábornak lett Bécsbe számlája. Körülbelül ennyi lett az Európai Uniós csatlakozásnak a mérlege. Ez Mesterházi Attilának rettenetesen kellemetlen, de Orbán Viktornak is tudnék kellemetlen perceket okozni az Európai Unióval kapcsolatban, hiszen ő mondhatna, hogy hát volna úr, én gazdasági szabadságharcot vívok az Európai Unióval, miről beszél? Igen? Miért vívja ezt a gazdasági szabadságharcot? Milyen kérdésekben vívja a miniszterelnök úr ezt a gazdasági szabadságharcot? Média törvényért? Lett abból munkahelyünk? Alaptörvénymódosításokért? Abból lett munkahelyünk? Bírák nyugdíjasztatásáért? Vagy azért a bankadóért, amit a bankok úgy tereltek tovább az emberekre, mint a SIC? Mert hogyha gazdasági szabadságharcot akar vívni az Európai Unióval, mert a Jobbik is szeretne, meg kell is, meg szükség is van rá, akkor elmondom én, hogy mibe kéne gazdasági szabadságharcot folytatni. Azt kéne elmondani végre Brüsszelben egy kormányfőnek, egy magyar kormányfőnek, hogy hölgyeim és uraim, önök azt ígérték, hogy egyenrangú állampolgárok leszünk, ugye azt ígérték? Igen, azt ígértük. Akkor hogy van az, hogy mi osztrák árakon vásárolunk a boltban, és vietnámi fizetést kapunk? Hogy van az, hogy önök ide bejöttek, felvásárolták az üzemeinket, a gyárainkat, azzal a szándékkal, hogy bezárják, és megszüntessék a magyar versenyt, és megszerezzék a piacainkat? Önök piacot akartak szerezni az Európai Uniós csatlakozáson keresztül? Önöknek csak az olcsó munkaerőn kellett? Meg az illegális szemétlerakóhely? Mert hogy erről szól az Európai Unió, és nekem ne jöjjenek azzal, hogy itt mindenféle pénzek jönnek az Európai Unióból. Mert azt mondják, hogy miért kell az Európai Uniót bántani, amikor minden pénz onnan érkezik. Hát ez a baj, hogy nekünk már nincs saját. És az a pénz, ami ide érkezik, az meg ugye mi történik azzal a pénzzel? Hát egy nagy része eltűnik a korrupciós süllyesztőben. Egy csomó pénzt ebből külföldi cégek nyernek el a pályázatokon. És a harmadik, hát ami esetleg valamiben megvalósul, azoknak a beruházásoknak a nagy része nem tartós munkahelyeket teremt, hanem ilyen presztízs beruházások, macskaköves főterek. De a kedvencünk ugye a Borsod megyei kis falu, ahol tudják, hogy mi van a buszmegállóban? Wifi. Wifi van a buszmegállóban, tehát a Borsod megyei fiatal arra jár, kis laptopját fölcsapja, tudja a kódot, a buszmegállóban föl van gondolom ragasztva, és akkor már üti is be a kis kódot, és föllép a világhálóra, és megnézi az aktuális árfolyamokat a Borsod megyei kisfaluban, hiszen erre biztos szüksége van. És akkor megkérdeztem a polgármestert, hogy nézze meg, az iskola omladozik. Hát miért ül ez a sok ember itt munkanélküli, itt a házak előtt? Nincs munkahely? Hát miért nem erre kértek pénzt? Hát arra nem volt pályázat, csak ilyenre, wifi-re volt pályázat. Na ennyit, mint csebben a tenger, benne van minden nyomorúságunk. Most valószínűleg egy Európai Uniós cégnek, akinek volt gondolom valami magyarországi kis leányvállalata, ezzel kaszált egy kicsit. Egyik zsebükből áttették a másik zsebükbe ezt a pénzt. És nekünk meg annyi maradt, hogy van wifink a Borsodi kisfalu busz megállójában. De szintén egy másik kis cseppet hagy mondjak ebből a tengerből, az akác. Önök is hallják, hogy az akácfákat ki kell vágni. Tudják, mi áll mögött? Az Európai Unió a fejünk fölött megállapodott Kínával, hogy Kína fogja az Európai Unióba az olcsó, silány minőségű mézet szállítani. Ja, hogy ennek lesz áldozata? Az a több ezer ember, aki Magyarországon méztermelésből él, tönkre fog menni? Meg ki kell vágniuk az akácfákat? Akit érdekel? Hát egy gyarmatról van szó, járulékos veszteség, hát érdekel az minket. Kötöttünk egy jó üzletet a kínaiakkal. Hát ennyibe számítunk mi. Gondoljanak bele, az Európai Unión belül
Magyarország, a 10 milliós Magyarország, aki 30 millió embert tudna élelmezni, azt nem tudja mondani az Európai Unióban, hogy hagyjatessük már saját magunkat. Minden tiszteletünk a dán sertéshúsé, meg a német sajtoké, de mi is tudnánk magunknak élelmiszer termelni, és abból nekünk munkahelyünk lenne. És ennyit nem, ennyit... És ennyit nem enged nekünk az Európai Unió. Mert ugye ez a szabad verseny, és a szabad piac, és a tőke szabad áramlásának Európai Uniós elveivel ütközik. Tudják, mit jelent ez? A tőke szabad áramlása, meg ezek a gyönyörű szavak? A nagyhal szabadon fölfalatja a kisebbet. És a kormánynak még lehetősége, meg joga sincs arra, hogy megvédje a sajátjait. Nem, mint hogyha a miénk eddig akarták volna, persze. Egészen elképesztő, és ezért mondjuk, hogy népszavazást kell tartani az Európai Uniós tagságunkról és a csatlakozási szerződésünkről. A csatlakozási szerződésünkről módosítani kell, mert ilyen feltételekkel Magyarország, elnézést a kifejezését, de bele fog dögleni ebbe az Európai Unióba. Egy gyarmat leszünk, rabszolgák. És sem ezt ígérték. A másik, amit ebben a vitában fölvetnék, hát a devizahitelek ügye. Az is kellemetlen lenne mind a kettőnek, mert az egyik alatt elszabadult, a másik meg kétharmaddal nem tudta megoldani. Orbán Viktor folyamatosan várakozik. Várja a kúria döntését, várja a bankszövetség ajánlatát, várja az Európai Bíróságnak a döntését, várja az Alkotmánybíróság döntését, hogy megtudjuk végre, hogy tisztességtelen volt-e ez az eljárás. Hát minek erre annyit várni, megmondom én neki. Tisztességtelen volt. Mert honnan tudta a szerencsétlen magyar ember, hogy a devizahitelnek milyen kockázatai vannak, hogyha nem is volt más hitel? Hát ezt ajánlották ki neki, és hát persze szeretett volna lakást, autót, szeretett volna megélni, dolgozni, bár előbbre jutni, és hitelt kellett ezt fölvennie. És a bank ezt ajánlotta ki, nem mondott neki semmiféle információt arról, hogy milyen kockázatai vannak, zsiványkodott a kamattal, az árfolyammal, egyoldalú szerződés módosítással. Hát hol van itt a tisztesség? Egyetlen egy pillanatig nem viseltek a bankok deviza kockázatot. Hát ugye nem volt-e mögött valójában deviza a bankok oldaláról? Devizában elszámolt forint kölcsönöket adtak. Úgy, hogy ők nem viseltek felelősséget, hogyha elszabadul az árfolyam. Azt mondták, ha nem szabadulna el, amit egyébként 20 év alatt lehetetlen. Tehát előbb-utóbb 20-25 évre nem lehet devizában eladósodni. Az tényleg valami isteni szerencse kell, hogy 25 éven keresztül ne legyen ebből valami baj. Nincs ilyen egyébként, tehát ez már eleve, már itt kezdődik a probléma. De mindegy, tételezzük fel, a bankok úgy gondolkodtak, hogy talán nem lesz baj 25 évig, akkor mindenki jól jár. Ha esetleg baj történne, én akkor is jól járok, majd ezt az emberekre fogom terhelni. Hát hol van ebbe a tisztesség? És a Jobbik már kezdetektől fogva azt mondja, hogy forintosítani kellene a hiteleket, a felvételkori árfolyamon újra számolva tisztességes hitelszerződéseket kellene létrehozni, és a terheket pedig a bankokra kell 100%-ban terhelni. Ők a felelősek ezért, nem az emberek, akik hitelt vettek föl, nem csalni akartak, nem lopni akartak, fölvettek valamire hitelt és szerették volna azt visszafizetni, de így nem lehet visszafizetni. Ebbe belerokkantak, nagyon sok ember belerokkant, és nagyon sok ember most is szenvedettől, és ezzel végre valamit kezdeni kéne, és tudják, mit csinál a Fidesz? Most megint vár, ugye? Április 6-a, ugye a választás napja, figyeljék meg, amit mondok, szerintem meg fog valósulni, sajnos, nem fog csinálni a Fidesz semmit, de április elején meg fogja ígérni önöknek, hogy megtaláltuk a megoldást. Varga Mihály megtalálta. 4 évig kerestük, és most megtaláltuk. Megvan a megoldás, már önöknek semmi más dolguk nincs, mint 6-án ránk szavazni, és akkor tényleg megoldódott a probléma. Ezt fogják ígérni április elején. Erre én azt fogom majd javasolni nekik, hogy április 1-én jelentsék be. Körülbelül annyi az értéke ennek a javaslatnak, mint egy április elejé tréfának. Aki 4 évig kétharmaddal nem tudta megoldani, az nem fogja megoldani soha. Nekünk ugye a programunk a megélhetésre és a rendre és az elszámoltatásra épül. A megélhetés részben ugye tisztességes munkahelyeket és tisztességes nyugdíjakat értünk. A 7 vezérterv a programunknak az egyik legfontosabb része 7 nagy munkahely teremtési tervezetről szól. Ezek közül az élelmiszeripar, ami talán itt is a környéken is a legfontosabb, az élelmiszeripar talpra állítása. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy de miből lesz erre pénz? Higgyék el, ez nem pénzkérdés. A magyar élelmiszeripar talpraállításának nem az a problémája, hogy nincs pénz arra, hogy fölhúzunk egy üzemet, de betegyük a gyártósort és fölvegyük az embereket. Nem ez a probléma. A probléma az, hogyha ezt megtennénk, akkor tönkre menne a gyár, mert nem tudnánk az ott megtermelt árut eladni. A magyar élelmiszeriparnak a tragédiája az piac probléma. Piacainkat kellene visszaszerezni, meg exportpiacokat kellene szerezni a nagyvilágban. Ez volna a feladat. Ez viszont politikai feladat, ez nem pénzkérdés. Az Európai Unióval igenis meg kell értetni, hogy Magyarország élelmiszerről rendelkezést szeretne, mert mi ebben vagyunk jók. Hát eljutottunk arra a pontra, hogy azt kell mondjam, remélem erős a mennyezet. Azt kell mondjam, hogy a KGST-ben több emberség volt, mint az Európai Unióban.
Hát egészen elképesztő. Hát ott legalább tudtunk termelni valamit, voltak gyáraink, üzemeink, hol vannak most ezek? És igenis az Európai Unióval meg kell értetni, hogy Magyarország vissza fogja venni a saját piacait. A multik számára elő kell írni, hogy amit mi meg tudunk termelni, abból minimum 80%-ban magyar terméknek kell lenni a polcokon. És a másik, ugye tudunk 30 millió embert élelmezni, tételezzük fel, hogy a 10 milliós piacunkat sikerül visszaszerezni. De ezzel párhuzamosan meg kéne találnunk azt a 20 milliót még a nagyvilágba, akinek el tudnánk adni minőségi magyar élelmiszert. És itt van a külgazdasági államtitkár Szijjártó Péter, akit ilyen one-man showként így repül egyik városból a másikba a nagyvilágban, 80 nap alatt a föld körül Szijjártó Péterrel. Hány üzem épült, hány élelmiszeripari üzem épült ebből a nagy-nagy repülőzésből? Külön külgazdasági minisztériumot szerettünk volna, már 2010-ben ez volt a javaslatunk, hogy külgazdasági minisztériumot kell létrehozni, aminek semmi más dolga nincs, mint azt, hogy ezt a 20 millió embert megtalálja a nagyvilágban. Több milliárd ember van, Oroszország, Törökország, Arab világ, Közép-Ázsia, nagyon sok ország van tőlünk keletre, ahol egyébként szívesen fogadnák a minőségi magyar terméket, ahol van gazdag, vásárlóképes polgári középosztály, kereslet, és nem igaz, hogy nem találunk 20 milliót a több milliárdos tengerben. Aki erre képtelen, azt szerintem alkalmatlan arra feladatára. Az élelmiszeripar talpra kell állítani, ez egyértelmű. De hogy mondjak egy másik területet, az építőipar. Az építőipar, ha megnézzük, megint a történész én nem előjön. Az építőipar Jolly Joker. Ha megnézik a történelemben azokat a válságban lévő országokat, akik sikerrel jöttek ki a válságból, hogy mit csináltak, akkor azt fogják látni, hogy mindig szinte mindenhol az építőipar volt az, ami beindította a gazdaságnak a fogaskerekeit. Így volt például a két világháború közötti Egyesült Államokban. Ugye Roosevelt, a New Deal-lel és az építőiparnak az egész országra való kiterjesztésével, beindításával az egész gazdaságot felpörgette. Ez volt az amerikai csoda, ugye? És mondhatnák most önök, hogy hát Orbán Viktor is ezt teszi, hát ő is építőiparra, hogy fejleszti, hiszen stadionok épülnek, ott van a sikeres közgép. Én most Rooseveltre visszaemlékezem, nem emlékszem arra, hogy úgy csinálta volna, hogy volt egy egykori szobatársa, akinek a cége mindent megnyert Amerikába, és stadionok épültek volna, hanem azt csinált, hogy az egész nemzetgazdaság Amerikában fölpörgött. A legalja, nem minőségben, hanem hogy a legalsó szintekig lehatolt ez, a kisvállalkozásig, az egyszerű melósig. Most az egyszerű magyar építőipari vállalkozásoknak, kisvállalkozásoknak mennyivel lett jobb azzal, hogy a közgép minden megrendelést megnyer? Nekem van a családomban tönkrement építőipari vállalkozó, kis mikrovállalkozás, 3 embert foglalkoztatott. Csak mi volt a probléma? Elvégezte a munkát, mert ugye mindig azt szenved, aki a munkát végzi, és a lánctartozás révén ugye nem lett kifizetve. Az elsőt még túlélte, benyelte úgymond, a másikat már nem tudta. Azt mondta az apósom a 3 emberének, alkalmazottjának, hogy fiúk, ki vagytok fizetve, mert nem akarok bestelenségben maradni, de nem tudjuk már tovább folytatni, ezt nem tudjuk már elviselni. Megszüntettem a vállalkozást. Mert ugye mi történik? Az elején 20-30%-ot mindig leszednek. A politikához köthető, vagy éppen a politikában benne lévő kezek, és talán ez a végén hiányzik, pont azoknak hiányzik, akik a munkát elvégezték. Úgyhogy az építőipar talpraállításához először a korrupciót kell felszámolni, tehát ez sem pénzkérdés, hanem azt a 400 milliárdot, ami így eltűnik egyes becslések szerint ebben az országban, azt meg kéne akadályozni. Hogy ki legyenek fizetve a magyar emberek, hogy legyen munkájuk. Mert ha a magyar embereknek van munkájuk, akkor a magyar emberek tudnak élni, megélni, vásárolni, a gyermekeiket tanítatni, tudnak vásárolni, tudják a vállalkozásokat fönntartani a vásárlóerejükkel, és egy fontos dolgot hagy emeljek még ki, fizetnek adót. Ha van munkája az embernek, akkor tud adót fizetni. Ugye a Fidesz azt mondja, hogy az elmúlt 20 évben nem volt ilyen jó a foglalkoztatási helyzet, mint most. Ezt nem tudom, hallották-e. Hát egészen elképesztő, ugye ez az a tipikus eset, ne hazudjál kicsit, hanem minél nagyobbat hazudsz, annál jobb. Nem azt mondják, hogy icipicit sikerült javítanunk a helyzetem, még ez se lenne igaz egyébként, mert nem sikerült. Hanem azt mondják, hogy 20 éve nem volt ilyen jó. Tehát amikor ilyen nagyokat mond valaki, akkor ott mindig valami probléma van. Itt is probléma van. Miért meri ezt mondani a Fidesz? Mert statisztikailag igazolja. Csak hogy bűvészkedik, beleszámítja a közmunkaprogramot, és beleszámítja, most kapaszkodjanak, a 500 000 külföldre vándoroltat is. Orbán Viktor munkahelyet teremtett Londonban. Egészen, tehát ez tényleg politikusnak kell lenni, hogy valakinek ennyire vastagbő legyen a képen, hogy elszámol a Fidesz azzal, ami a szégyene. Számunkra mit jelent a munkahely? A munkahely azt jelenti, hogy Magyarországon, magyar vállalkozások által, magyar embereknek tisztességes bérért
termelő munkát. Ez jelenti a munkahely is, hogyha az ötből bármi is hiányzik, az egészet megette a fene. Ez jelenti a munka, és ebből önök szerint hány munkahelyet teremtettek ilyen feltételekkel az elmúlt 24 évben? Egyet se szinte. Ezek szinte megszűntek Magyarországon. Nem teremtettek itt, ezek megszűntek. A termelő magyar gazdaság leépült. Pedig a Jobbik programjának alapmondata, ha van munka, minden van, ha nincs munka, nincs semmi. És az azért is így van, mert ha van munka, akkor lesz nyugdíjra is pénz, lesz egészségügyre is, lesz oktatásra, lesz államigazgatásra, lesz szociális rendszerre. Ha nem lesz munkahely, akkor nem lesz semmire. És a közmunkás nem fizet adót, hiszen ő maga is ugye közfoglalkoztatott. A külföldre vándorolt, nem fizet adót Magyarországon. Ha ezek a tendenciák folytatódnak, és most hadd szólítsa meg a nyugdíjas honfitársainkat, hát önöket ugye mindig mindenféle ígérettel szokták szédíteni itt a választások előtt, 13. meg 14. havi nyugdíjjal. Hát ezek a tendenciák folytatódnak, a 10. havi nyugdíjra nem lesz pénz. Tehát ha a Jobbik kormányra kerül, minden energiával a munkahely teremtésre kíván koncentrálni. Ez a legfontosabb. Munkahely, munkahely, munkahely. Ez a legfontosabb. És a nyugdíjasoknak, ha már szóba kerültek, hogy mondjak azért egy pár dolgot. Mi szeretnénk a 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét a férfiakra is kiterjeszteni. Szeretnénk áfát csökkenteni az alapvető élelmiszerek esetében 5%-ra. Hiszen a nyugdíjasoknak nem mindegy, hogy mennyibe kerülnek az élelmiszerek, nem mindegy, hogy a rezsicsökkentésen megspórolt pénznek a háromszorosa elmegye, hogyha bemegyünk az élelmiszerboltba. És a harmadik dolog, a nyugdíj emelésnél mi szeretnénk sávos nyugdíj emelést, ami azt jelenti, hogy nem százalékosan emelnénk a nyugdíjakat, hanem hiszen ott, ha valakinek nagyon magas a nyugdíja, ott egy százalékos emelés az nagyon sokat ér. Ha valakinek kicsi a nyugdíja, akkor szinte semmit. Tehát szeretnénk egy igazságosabb nyugdíjemelési szisztémát, ami picit fölzárkóztatná kis nyugdíjasoknak a nyugdíját is, mert nem igaz az, hogy akinek Magyarországon kicsi a nyugdíja, annak azért kicsi, mert nem dolgozott. Nem azért kicsi a nyugdíja, hanem azért, mert nem volt tisztességgel bejelentve, nem tudott olyan nyugdíj helyzetbe kerülni, mint amilyenbe kellett volna. És hagyd mondjak még egy rémisztő dolgot. Most állunk azon évek előtt, amikor tömegével fognak azok az emberek megjelenni a magyar nyugdíjrendszerben, akik ugye minimálbéren dolgoztak folyamatosan. Tehát a magyar nyugdíjas szegénység, mint probléma, eddig is jelen volt, de ez itt most eszkalálódni fog, és ennek egy megoldása van, hogy elkerüljük, munkahely, munkahely, munkahely. Ez a megoldás. Erről kéne beszélni, erről kéne programvitát folytatni. Na most hogy menjek tovább, hogy térjek rá a rendre. Ugye itt először meg kell hallgatnunk Pintér Sándort. Tisztelt miniszterelnök úr! Jelentem, hogy az országban rend van. A közrend és a közbiztonság az ország teljes területén szilárd. Ez nem csak a belügyminisztérium és a szervezeteinek a megállapítása, hanem a közvélemény kutatók egyértelmű megállapítása. Ezen túl megkérdeztük az önkormányzati vezetőket, a polgármestereket, az iskolaigazgatókat és a szülőket is valamennyi iskolában, és egyértelmű választ kaptunk arra, hogy a közbiztonság javult, a közbiztonság szirált, ezzel elégedettek. Tegyem már fel a kezét, akit megkérdeztek erről. Mert ő mindenkit megkérdezett elvileg. Rend van. Tehát erről nem is megyek is tovább, jó? Tehát ezzel nincs problémánk, ezzel nem kell foglalkozni. De nem megyek tovább, mert nincs rend Magyarországon. Sőt, ugye itt statisztikákra is hivatkozik a beszéde későbbi részében Pintér Sándor. Itt megint le kell lepleznem a Fidesznek a hazugsággyárát. Tudják önök, hogy mennyi a szabálysértési értékhatár Magyarországon? 50 ezer forint. Amikor a Fidesz kormányra került, 20 ezer forint volt, az is irdó magas. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 19.900 forintért lop, az csak szabálysértés. Úgymond a statisztikákban nem kerül olyan súlyba bele a számításba. És ugye az lenne a józan paraszti észre elfogadható válasz erre, és ez volt a Jobbiké is 2010-ben és most is, hogy csökkentsük le 5000 forintra. Mit tett a Fidesz? A 20.000 forintról fölemelte 50.000 forintra. Tehát nem, hogy 19.900-ért lehet szinte nyugodtan lopni, most már 49.900 forintig lehet. Van erre épeszű magyarázat? Nincs. Tudják, mi a magyarázat?
statisztikailag így jobbak lettek az eredmények, hiszen kevesebb a lopás, ami megjelenik a statisztikákban. Ugyanannyiban vagy több, de nincs benne a statisztikában. Gondoljanak bele ebbe ez a furmányos és egyébként aljas gondolkodásba, hogy nem azonra törekszik a kormány, hogy hogyan tudnám megoldani ezt a problémát, hogyan tudnám csökkenteni a számukat, hogyan lehetne megvédeni a magyar emberek tulajdonát, hanem azon jár az agyuk, hogy hogyan lehetne a statisztikákat feljavítani. Hát ezzel az örülve, hogy a következő ciklusban megnyerik a választást, 1 millió forintra emelik? És akkor megszűnik a bűnözés Magyarországon, mert 990 ezer forintig lehet lopni? Gondoljanak már bele. És ugye a másik pedig, hogy az erőszakos bűncselekmények száma szerintük csökkent. Hát ez sem igaz. Mi pont azt látjuk, hogy az idősek, a nők, a gyermekek elleni erőszakos bűncselekmények száma nő, és a brutalitásuk is. Ismerjük ugye az elmúlt időszakban a gyermekek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeket. Ismerjük a nők ellen elkövetett súlyos bűncselekményeket. Ismerjük az öregezést, amit nem én neveztem ennek, hanem a maguk a bűnözői csoportok hívnak így, amikor egyedülálló vagy idős házaspárokra rátörnek, és elviszik a pár ezer forintjukat. És nem csak, hogy elviszik a pár ezer forintot, hanem agybafőbe verik, megnyomorítják őket, sokszor meg is ölik őket, agyonverik őket, mert valamiért ez nekik fontos. Nem elég, hogy elveszik az idős néni vagy idős bácsi vagyonát, még agyon is kell verni. Tehát mi a válasz a belügyminiszternek? Mert nekünk egyébként van válaszunk mindenre. Például felállítanánk a csendőrséget a rendőrség mellett európai mintára. Franciaországban, Olaszországban, nagyon sok országban van csendőrség, aminek az a feladat, hogy a rendőrséggel szoros együttműködésben, közös irányítás alatt, de helyben vannak, és a helyi közbiztonságot védik. Nincsenek elvezényelve, nem az utak mellett trafipaxoznak, hanem a rendet és a nyugalmat őrzik, védik. És egyébként a rendőrséget is vissza kell téríteni a saját feladatához. Nekem nagyon sok rendőrbarátom van, rendőrismerősöm, gyermekkori barátom, aki rendőr, és elmondják, hogy mi zajlik a rendőrségnél. Ők nem ezért álltak be az állományba. És nagyon várják már ők maguk is a változást. De nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, egy tisztességes magyar ember meglát egy rendőrt ma, akkor igyekszik elkerülni. Ahogy, hogy megnyugodnánk, hogy jaj, de hogy itt egy rendőr, akkor itt velem semmi baj nem eshet, hiszen törvénytisztelő magyar állampolgár vagyok, inkább megijedünk, hogy hú, meg leszek büntetve, gyorsan hajtottam, föl leszek oszlatva, vagy nem tudom, mi vár itt rám. De itt valami baj lesz, az biztos. A köztörvényes meg jól megveri a rendőrt, ha meglátja. Hát ő veszi a bátorságot, hogy a rendőrre kezet emeljen. Bemegy az utcájába, akkor visszaverik. Erősítést kell hívni a két rendőrnek, hogy kimenekítsék őket a nem tudom melyik utcából. Egészen elképesztő, hogy felfordult ez a világ. És ugye, hogy utalja külön még a hölgyek elleni szexuális erőszakra, ami Magyarországon szintén terjed. Erre van egy drasztikus válaszlépésünk, ez a kémiai kasztrálás. Ugye, sokak megszoktak ettől ijedni, és én magam is arra kértem a kommunikációs szakembernek, hogy találjatok már valami szebb nevet ennek, mert olyan ijesztő, hogy kémiai kasztrálás, hogy jön a fehér ruhában a miskároló késsel a hóhér, és akkor elvégzi ott a műtétet, de nem tudtak találni semmilyen jobb nevet, sajnos. Úgyhogy én sem tudom másképp mondani, de azért hagyj utassak meg mindenkit, akinek esetleg a szép lelkét, meg tiszta gondolatét itt most megijesztettem. Ez egy egyszerű injekciós beavatkozás, nem visszafordíthatatlan. Az egészségügy használja is egyébként különféle betegségek kezelésére, és egyre több európai országban, mint a szexuális bűncselekményt elkövető személyek elleni büntetési tétel jelent meg. És a lényege az, most így nagyon egyszerűen elmondva, hogy ad egy kis tanulási időt. De aki egyszer elkövetett valamilyen szexuális bűncselekményt, akkor neki azt mondja, hogy most kapsz egy kis időt arra, hogy nyugodtabb körülmények között átgondold ezt az egészet. Nem három csapással, hogy három ember életét tönkreteszed. Ha egyszer ilyet csináltál, ilyenre van hajlamod, akkor mi segítünk egy picit neked ebbe, hogy átgondold. Mert hogyha három csapás van, akkor három ember életét tönkretette. Ki lehet heverni egy nemi erőszakot? Azzal az ember, hál' Istennek nem volt ilyen ember része, meg remélem, hogy nem is lesz, de meg a családomnak se, bár ugye most már itt a férfiak sincsenek biztonságban. De nem akarom ezt elviccelni, tehát azért azt gondolom, hogy igenis, hogyha valaki egyszer erre hajlamot mutatott, ott le kell csapni. Nem a három csapás a megoldás, hanem az egy csapás. Úgyhogy mi mosolygó arcokat szeretnénk látni, közbiztonságot azt szeretnénk, hogyha az egész országot áthatná, mert ahol nincs rend, ott előbb-utóbb a rendetlenség lesz az úr. Magyar cigány együttélés. Ez hozzátartozik a közbiztonsághoz, bár tudjuk, hogy a magyar cigány kérdés és az együttélés kérdés ez nem csak közbiztonsági kérdés, hanem szociális, kulturális, oktatási, számtalan más aspektusa is van. És mit mond erre a Jobbik? Ugye folyamatosan cigányellenes pártként vagyunk beállítva. Azokon a településeken, ahol jobbikos polgármesterek vannak, ott a tisztességes cigányság a Jobbikra szavazott. Szidjék el nekem. Ugyanis mi mit mondunk?
És ha valakinek van füle a hallás, akkor meghallja. Azt mondjuk, hogy nem magyar és cigány között kell különbséget tenni, hanem tisztességes és tisztességtelen között. És ha rasszisták lennék, annak kétféle formája van. Az egyik a rasszizmusnak az elemi formája, ami azt mondja, hogy barnább a bőröd, mint az enyém, ezért gyűlöllek. Semmi erről nincs szó. Nekem semmi bajom nincs, ha valakinek barnább, vagy világosabb, vagy akármilyen színű lehet a bőre. Tehát ha valakinek mondjuk zöld ufók jelenének meg, én alapvetően még velük sem éreznék semmiféle konfliktus, mert zöld a bőrük. Nem, ha nem tartanák be a szabályokat, az már zavarna. De ez nem rasszizmus. A másik rasszizmus lehetőség, ha valaki, úgymond a jogi rasszizmus, vagy törvényalkotói rasszizmus, amikor valaki olyan törvényeket hoz, vagy olyan törvényeket javasol, ami magyar állampolgár és magyar állampolgár között etnikai, vagy vallási, vagy bármilyen szempontból különbséget tesz. Hát ha így vetjük fel a kérdést, hát akkor nem, hogy mi vagyunk a rasszisták, hanem mi nem vagyunk egyedül rasszisták Magyarországon. Mi mondjuk egyedül azt, hogy mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Se pozitív, se negatív diszkrimináció ne legyen. Tisztességes és tisztességtelen. És azért ne a jobbik legyen már a felelős, ha a tisztességtelen halmazban van cigány származású ember, nem is kevés. Ha a jobbik kormányra kerül, azt mondjuk, hogy a tisztességes cigány embereknek jobb lesz. Nem azért, mert cigány, hanem azért, mert tisztességes. És meg is tudom fordítani, a tisztességtelen magyarnak meg rosszabb. Nem azért, mert magyar, hanem azért, mert tisztességtelen. És ebben mindenki értheti, ez az ennél egyszerűbb, ennél józanabb, ennél igazságosabb hozzáállást ehhez a kérdés, hogy nem tudok elképzelni. Ha valakinek más elképzelése van, én meghallgatom, de ennél nem tudok emberségesebb és igazságosabb filozófiát, mint hogy valaki így áll a kérdéshez. Ez nem rasszizmus. Az a rasszizmus, amikor valaki 4 évente elmegy a cigány sorra, pár ezer forintért megvásárolja a cigány emberek szavazatát, buszokkal elszállítja őket szavazni, aztán 4 évig feléjük sem néz. És hozzáteszem, hogy a jelenlegi választójogi szabályzás szerint ez most legálissá vált. Hogy ennyit a magyar cigány együttélésről, meg arról, hogy ki a rasszista. Térjünk rá az elszámoltatásra, nagy kedvenc témám. Harmadiknak írtuk, de ezzel fogjuk kezdeni. Itt van Simon Gábor barátunk. Most már cuslágot is föl kell majd tenni a következő diára, hogyha megcsináljuk. Itt már az egyik fej megvan. Meg a többi is egyébként nagyjából azért sejthetjük. Mindenkinek lenne az ötlet, hogy kinek az arcát tegyük oda a kérdőjelek helyére. Akkor most megint egy kis kérdésem lenne önökhöz. Arra kérek mindenkit, hogy csak azt tegye föl a kezét, aki holtbiztos. Tehát aki úgy érzi, hogy ebben nem tévedhetetlenül megvan a véleménye. Azt tegye föl a kezét, aki úgy érzi, hogy Simon Gáboron kívül a Magyar Országgyűlésben van még olyan országgyűlési képviselő, akinek tisztességtelen pénze van külföldi számlán. Erre szoktam mondani, hogy no comment. Nagyon ócska kis kérdés volt, én megértem, mert tudtam, hogy mi lesz a válasz. Mindenhol ez a válasz. De azért teszem föl mégis mindig ezt a kérdést, mert ez a magyar társadalom véleménye az országgyűlési képviselőkről. Ez a véleménye önöknek az országgyűlési képviselőkről. Itt látható volt, hogy mindenki föltette a kezét. Szoktak le nekik, mind a két kezüket fölteszik. Ha a lábukat föl tudnák tenni, azt is föltennék. És ezért kell elszámoltatás. És azért nem volt elszámoltatás az elmúlt 24 évben, mert holló a hollónak nem válja ki a szemét. Hát hogy számoltasson az, aki trafikpályázatokat mutisztat? Vagy aki a földbéleteket úgy osztja szét, mint a Fidesz? Vagy hogy számoltasson az MSZP? Hát arról meg ne is beszéljünk. Nem akart itt senki elszámoltatni, mindenki csak ígérgette, de senki nem akart és nem is tudott volna, mert akinek piszkos ügyei vannak, az zsarolható, és aki zsarolható, az nem fog tudni elszámoltatni. És azt nem mondom, hogy mi el tudunk számoltatni, mert nincsenek piszkos ügyeink. Nem kell félnünk attól, hogy hát majd a Zoliról kiderül, meg a Sanyiról, meg itt rólunk, hogy hát benne voltunk is az olajszőkítésbe. Kinyitjuk az aktákat. Nem kell ettől félnünk. De hát azért van, akinek félnie kell ott az országgyűlésbe ettől. Nem is kevesen, és nem is egy frakcióban, hanem többen is. És ezért nem volt elszámoltatás, ha mi kormányra kerülünk, akkor lesz. Azzal fogjuk kezdeni, hogy a mentelmi jogot eltöröljük. Erre nincs szükség, és amikor a magyar tévében voltam nemrég, 2 hete, és van ez a Rekontra műsor, amikor 3-an kérdezik az embert, illetve pontosabban 3-an vágnak a szavamba egyszerre, azért ez így hiteles. De akkor viszont kérdeztek, tehát egy ritka pillanat kérdeztek, azt kérdezték, hogy nem fél volna úr attól, hogyha a mentelmi jogot önök eltörlik, akkor majd mindenféle piszlicsári ügyben önnek bíróságra kell járni, szinte minden nap. És az volt a válaszom, hogy nem. Olyan boldogan mennék ki minden a bíróságra piszlicsári ügyekben, ilyen rágalmazási perekben, hogy ki rágalmazott kit, hogyha azoknak is bíróság elé kéne végreállni 24 év után, akinek viszont piszkos ügyeik vannak, és folyamatosan elkerülték az igazságszolgáltatást. És nem, hogy
És nem, hogy a mentelmi jogot eltörölnénk, még tovább megyek. Van benne, még több, hogy mondjam, elképzelésünk van ezen a téren. Mi bevezetnénk a politikusok, országgyűlési képviselők számára a dupla büntetés elvét. Hiszen miről van szó? Törvényalkotók vagyunk az országgyűlésben, törvényhozók. Ha egy törvényhozó törvényt sért, az duplán vétkezett. Az dupla büntetést érdemel. Hiszen azt üzeni a társadalomnak, hogy én megsértettem a törvényt, vagy hogy bocsánat, én hoztam a törvényt, de én se tartom be, hát akkor minek tartják be önök? Ha már azt se tartja be, aki hozta. És azt gondoljuk, hogy ilyen esetben a bíróságnak igenis legyen lehetősége akár a normál esetben kiszabható büntetési tétel dupláját kiszabni. És most jön a slusszpoém, az én kedvencem, tehát én ezt már nagyon-nagyon várom. Ezt úgy hívjuk, hogy vízágyú, ugyanis ez kisöpörni a parlamentet. A titkosítások feloldása. Hiszen 50-80 évekre titkosítottak anyagokat az elmúlt időszakban. Mondván ez nemzetbiztonsági kockázatot rejtene, hogy ezeket feloldanánk. Látni kéne az arcokat egyébként, arról nincs diánk sajnos, hogy milyen arcot vág az MSZP meg a Fidesz, amikor felvetjük a titkosítások feloldását. Hát a pánik jele, a pánik gombok látszódnak a szemeken, hogy pörög a 24 év, hogy úristen, hány aktában vagyok én benne, te jó ég. Pedig a titkosítások feloldása nélkül nem nagyon hiszem, hogy itt lesz bármi előrejutás, nagyon sok mindent elfedtek. Arra alapoznak, hogy 80 év múlva kit fog érdekelni, hogy mi történt. Hát most önöket érdekli, hogy én azt mondanám önöknek, hogy én tudom, hogy 1932-ben ki volt korrupt. Én is történész vagyok, engem is érdekel, de azért, hogy én azt mondanám, hogy ez a Jobbik választási programja, hogyha önök ránk szavaznak, meg fogjuk mondani. Hogy 1932-ben ki volt korrupt. Hát ezzel azért nem lehet választást nyerni, ezt valljuk meg őszintén. Fontos, de már egy történelmi érdekesség, egy történelmi kuriózum, már semmilyen lehetőség nincs arra, hogy bármit kezdjünk ezzel a kéréssel, és ők erre alapoznak. Hogy hát majd, amikor már az egésznek semmi nyoma, értelme, jelentősége nincs, akkor majd lehet ezt kutatgatni a történészeknek. Én most szeretném tudni, hogy az elmúlt 24 évben kik lopták szét ezt az országot. Most szeretném tudni én, és szerintem önök is most szeretnék tudni, ezért, hogyha kormányra jutunk, a titkosításokat fel fogjuk oldani. És végül, a végéhez érve, április 6-án ugye jönnek a választások. Szeretnénk választást nyerni, mert a politikában a bronzéremnek meg az ezüstéremnek nincs fénye. Az olimpián van, a politikában nincs. Tehát itt azt tudja a programját végrehajtani, aki megnyerte a választásokat. Sem a Fidesszel, sem az MSZP-vel nem akarunk semmiféle közösségre, koalícióra lépni, mi a saját utunkat akarjuk reálni. Egyikkel sem, aki az országot megkárosította, nekünk nincs szövetségi szándékunk meg tárgyalni valunk. Mi az ő ellenfelei vagyunk, tehát ezt ne szépítsük. Az elmúlt 24 évet szeretnénk leváltani. És mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Folyamatosan járjuk az országot, rongyosan járjuk a lábunkat, fórumokat tartunk, standolunk, utcai fórumok, mindent megteszünk. 150%-on igyekszünk teljesíteni. De el kell mondjam önöknek, hogy ez önmagába kevés. Tehát ez biztos, hogy kevés lesz. Akár fejen is állhatunk, én itt órákon keresztül vetítetek diákat, meg mindent mondhatok, nem lesz elég. És miért nem lesz elég? Azért, mert itt nagyon sok emberhez eljutottunk, de még több emberhez nem. Az emberek többsége ma Magyarországon bizonytalan. Mit mond? A Fideszből elegem van, az MSZP-ből is elegem van, és akkor megkérdezi tőlük, és a Jobbik? Hú, hát a Jobbik, hát olyan sok rosszat hallottam. Nem azt mondja, hogy olvastam a Jobbik programját, és ez nagyon gyenge. Abba semmi nincs, ami engem érdekelne. Vagy voltam a Jobbik programján, vagy a fórumán, meghallgattam őket, és nincs igazuk. Nem ezt mondják, hanem azt, hogy olyan sok rosszat hallottam róluk. Olyan sok rosszat beszélnek róluk. Tehát nincs valós információja, nincs valódi, nem győződött meg arról, hogy mi a Jobbik és mit képvisel, csak olyan rosszakat hallott. Hát én azt szoktam, hogy miért hallott már valaki jót rólunk egyébként? Hát mi, akik jobbikosok vagyunk, is hallottunk még jót a Jobbikról. Hát van olyan, aki az ATV-ben vagy a Hírtévében látott valami jót? Azért van itt esetleg valaki, mert az ATV-ben, a Hírtévében hallott annyi jót már rólunk, hogy úgy érezte, személyesen is találkoznunk kell? Csak úgy pörögtek a jobbikos SMS-ek a Hírtévé alján, vagy az ATV-ben? Azért vagyunk itt, akik Jobbikkal szimpatizálnak, azért vagyunk itt, mert az életünkben valamilyen módon szerencsénk volt, és találkoztunk a Jobbikkal annak a valójában. Megismertük azt, és rájöttünk, hogy valójában a Jobbikkal kapcsolatban bennünket félre akarnak vezetni. Mi átlátunk a szitán. De nagyon sokan nem. Nagyon sokan nem, és önöknek kell eljutni hozzájuk.
És ezért én nem csak azt kérem, és mi nem csak azt kérjük önöktől, hogy szavazzanak ránk április 6-án, hanem ha győzni akarunk, akkor az önök segítségével el kell jutnunk az összes többi emberhez. Arra nekem nincs időm, és nekünk nincs lehetőségünk, hogy mind a 10 millió emberrel leüljünk fél órára. Mert akkor megnyernénk a választást. De erre nincs lehetőségünk. Sajnos nincs országos tévénk, mert ezt a Fidesz meg az MSZP közösen akadályozta meg. Pedig akkor is megnyernénk a választást. De ez a helyzet nincs ilyen. Egy módon tudunk a többséghez, a többi emberhez eljutni, önökön keresztül. Önök találkoznak ezekkel az emberekkel a munkahelyükön, a baráti körükben, az ismerősi körükben, a rokonságban. Önöknek kell valahogy, nem egyszerű, én tudom, nem egyszerűt kérek, de őket kell valahogy meggyőzni. Adni egy szórólapot a kezükbe, elbeszélgetni velük, egy fórumra elhívni, mindenki hozzon magával még 5 embert. Úgy tekintsenek saját magukra, mintha önök lennének a mi médiánk. Nekem kell sugároznom a Jobbik adását, mert máshol nem látni. Ez egy hatalmas feladat, amire kérem önöket, én ezt nem kétlem, de enélkül nem fogunk tudni győzni. Tehát ezt kérem, hogy a hátralévő szűk egy hónapban mindenki próbálja megtenni mindent azért, hogy ez sikerüljön, mert másképp nem fog menni. Másképp nem fog menni. Arra nem kérek senkit, hogy bárki győzködjünk. A győzködés az erőtlen, meg inkább visszájára sül. Pláne, hogyha ismerik önök is, vannak viktoriánusok, vannak franciskánusok, ugye, őket nem lehet meggyőzni. Tehát akinek a jóisten után egy hajszállal jön Orbán Viktor, meg vagy Gyurcsány Ferenc, vagy éppen be is előzi, mert ilyen is van, azoknak már nem tudunk mit mondani. Tehát őnek így hiába mondjuk, hogy a fehér az fehér. Ha Orbán Viktor azt mondta, hogy fekete, vagy Gyurcsány Ferenc, akkor az fekete. De nagyon sok bizonytalan ember van, akit igenis meg lehet győzni, és hozzájuk el kell jutni. Meg kell őket találni. Mert én azt mondom most is, mint amit 2010-ben mondtam, a magyar emberek kétharmada jobbikos, csak még nem mindegyik tud róla. Mert mit csinálunk mi? Semmi különöset nem csinál a Jobbik, csak kimondja azt, amit a tisztességes, józan, paraszt észre gondolkodó magyar emberek gondolnak. Mi ezt mondjuk ki a Magyarországgyűlésbe, ezért gyűlöl bennünket egyébként a Fidesz is, meg az MSZP is, mert ezzel együtt eléjük is egy tükröt tartunk, ezért félnek tőlünk, de ezt tesszük, semmi mást. A józanul gondolkodó magyar emberek véleményét mondjuk ki. Nem mondom azt, hogy mindenben igazunk van. Nem mondom azt, hogy... Nem mondom azt, hogy mindenben igazunk van. Biztos nekünk is van a programunkban olyan, amit esetleg másképp kellene csinálni, vagy tévedés. Ez elő, hiszen ahol ugye dolgoznak, ott van forgács is. De igenis, mi fölvállaljuk magunkat, van programunk, vállalunk vitát, kiállunk az emberekre, és elmondjuk, hogy ezek vagyunk mi, erre kérünk bizalmat, nem sunyogunk, nem bujkálunk, nem mi felelünk a 24 évért, nem mi üldöztük el a 500 000 embert, nem mi loptuk el az állami vagyont, nem mi tettük tönkre a magyar gazdaságot, nem mi miattunk van 5-szörös államadóság, mint volt 20 évvel ezelőtt. Nem mi vagyunk ezért a felelősek. Tiszta lelkismerettel, nyugodt lelkismerettel tudunk az emberek szemébe nézni, és azt mondani, ha mi kerülünk kormányra, jobb lesz. Ezt higgyék, olyan nyugodtsággal tudom kimondani, hogy ennyire még nyugodtan talán nem mondtam ki semmit életembe. Ha mi kerülünk kormányra, jobb lesz. Gondoljanak bele. Úgyhogy bizonyítani is fogom önöknek, és önök még el is fogják ezt fogadni. Gondoljanak bele, a Jobbik kormányra kerül, hogyan lehetünk jobbak, mint az eddigi 24 év kormányai. Ha kormányra kerülünk, és nem csinálunk semmit 4 évig, mi leszünk az elmúlt 24 év legjobb kormánya? Nem ez a programunk, félreértésnek, csak a vicc kedvéért mondtam, hogy nem olyan nehéz ám náluk jobban kormányozni. Ha csak a korrupciót felszámoljuk, és azt föl fogjuk számolni tűzzel, vassal. Nem mondom azt, hogy Jobbikban majd nem lesz olyan, aki esetleg elgyengül, mert mindig vannak tisztességtelen emberek. Azt nem tudom ígérni, hogy több ezer emberért felelősséget vállalok, és mindenki mellett ott fogok állni. Biztos, hogy lesznek ilyen. De azért intézményesítve, mint hogy az MSZP-ben meg a Fideszben működik, hogy fejétől bűzlik a hal. Ilyen korrupció nálunk nem lesz. És 400 milliárd megy el pályázati korrupcióra Magyarországon. Az áfacsalás ugye Horváth András szerint több mint 1000 milliárd forint. Hát ezeket csak megspóroljuk már, mennyi pénz jut ebben az országban gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre. Ezt pedig meg tudjuk tenni. Úgyhogy kérem önöket, segítsenek nekünk, kapjunk mi is egy lehetőséget. Az MSZP 12 évet kapott. Reméljük, hogy máshol is annyit kapnak majd. A Fidesz 8-at. Mi most 4 évet kérünk. 4 évet, és ahogy a Zoli is mondta, ha nem bizonyítunk, nem tudunk 4 év alatt bizonyítani, hogy ezeknél jobbak vagyunk, meg tisztességesebbek, akkor zavarjanak majd el bennünket. De mi is kérünk egy lehetőséget, hogy bizonyíthassunk, mert másképp nem lehet. Ezt kérjük a segítségüket. És a záró mondatom, ha ez megvan, ha megnyertük a választásokat, adja a jó Isten április 6-án, akkor arra kérem önöket, hogy 7-én üljenek le, kérjenek egy kávét, egy jó pohár bort, vagy egy jó hideg sört, kinek mi esik jól, és nézzék meg, hogy tudjuk Magyarországot talpra állítani.
Köszönöm szépen a figyelmet. Gábor mondta az akác példát az Európai Unióval kapcsolatosan, hogy abban mennyi minden benne van. Én is mondanék egy példát, csak azért, mert idefelé ugye a netet nézegettük a buszban. Ahogy a rendteremtési szándék, meg ahogy a jogalkotási szándék milyen helyzetet teremt ma Magyarországon. Ugye jól emlékszünk még rá, amikor az úgynevezett ároktői banda esetében nem tudott a magyar bíróság, nem tudom, 3 vagy 4 évig ítéletet hozni, és szabadon engedték ezeket az embereket, hát az egyik meg is szökött. Ez olyan abszurdum, hogy az valami egészen elképesztő. És akkor most a tegnapi hírt nyilván hallották, hogy Csepelen történt ugye szilveszterkor egy késelés, ahol az egyik boxoló fiút 7-szer szúrták meg, a másikat azt hiszem 3-szor, és mi történt? Fölmentették Hát szóval egészen elképesztő. Ugye egyébként én azt mondom, hogy a magyar közrend elképesztő mélységeiért leginkább a baloldali kormányok felelnek. És erre mi történik most? Ugye a Fidesznek mi volt erre a válasza? Az az úgynevezett 3 csapás, meg az a, már bocsánat a hölgyektől, az a puha pöcsiség, ahogy ehhez az egész kérdéshez hozzáállnak. Hát így nem lehet rendezvúra menni, azért remélem, erre emlékszünk még mindannyian. Úgyhogy, tehát... Még csak 54 éves vagyok, na. Jó, nem akarom ezt a kérdést elviccelni, de közben meg ugye az a tragédia, hogy van még egy, most az valami egészen elképesztő, hogy ugye itt a bal oldalon van ez a Szabó Tímea nevű hölgy, aki ugye eredetileg LMP-s volt, mert ez is vicc, majd aztán becsatlakozott a bajnai mesterházi Gyurcsány bandához, és a következő törvényjavaslatot adta be a közelmúltba, tisztelt hölgyeim és uraim, 2 gyerekes családanya létére, hogy a csecsemő gyilkosok büntetési tételét mérsékeljék. Így állnak ők a rendteremtéshez. Na hát így nem fog menni. Na, így nem fog. Ennek az egész vircsapnak, ami ebben az országban zajlik, véget kell vetni. A virágokról jut eszembe, hogy azt azért a végén ne felejtsük el, amikor mindannyian fölállunk és elindulunk, hogy a hölgyeket megkérjük, hogy tiszteljenek meg minket, jöjjenek ide. A Gábor adja a virágot, a puszit nekem kell adni, jó?